Sziasztok! A mai videóban egy gazdasági témáról lesz szó, méghozzá az úgynevezett Everything Bubble, tehát a minden buborékról, ami hamarosan ugye ki fog durrani. Ennek az a lényege, hogy ez, ez, egy nem egyszerű válság lesz, tehát úgyhogy hogy lakáspiaci válság, vagy tőzsdei válság, nem, ez, ez, ez mindent visz, tehát minden bedől egyszerre. Köszönhetően annak, hogy egy csomó ingyen pénz áramlik be a gazdaságba. Egy csomó olcsó hitel. Szinte 0,25 százalékos kamattal. Tehát igen, alacsony kamattal. Tehát szinte ingyen hitel. Ez a gazdaságban komoly problémát okoz. De hogy ne beszéljek üresen, ezért meg is mutatom nektek, hogy ezt szóval honnét lehet megtudni? Itt vagyunk, a Duck Hazes International Man weboldalán. Így ér véget a minden buborék. Azt írják, hogy úgy gondolom, hogy rendkívül nagy esély van a történelmi mértékű tőzsdei összeomlás a Trump első ciklusának vége előtt. Hát ez eddig nem teljesült, de a második sziklusban mindenképp. Be fog, mert minél jobban fölfújjuk a buborékot, annál on jobban fog duranni. Ennek oka az, hogy a Federal Reverse jelenlegi árfolyam emelési ciklusa, amely 2015-ben kezdődött, úgy áll, hogy felpattan a minden buborékkal. Itt el is magyarázza nekünk, hogy mi az a minden buborék. Tehát... De először is tudnunk kell, persze ezt írja, hogy a FED hogyan hozza létre a fellendülés ciklusát. A FED egyébként ez egy bank, ez egy magánbank. Ugye azt kell tudni, ez egy magánamerikai bank ez a FED, és ez ad hitelt mindenkinek. Kezdetben a Fed ösztönzi a rossz befektetéseket azáltal, hogy csökkenti a természetes színnél alacsonyabb kamatlábat. Ez arra készteti a vállalatokat, hogy befektessenek olyan üzemekbe, berendezésekbe és egyéb tőkeeszközökbe, amely csak jövedelmezőnek tűnik, mivel a pénz kölcsönbevétele olcsó. Tehát csak ösztönzi, a rossz befektetésbe a vállalatokat, a Fed. Hiszen csak jövedelmezek tűnik, de ilyenkor befektetnek abba is, hiszen hát ingyen van szinte a pénz. Ez viszont ugye tévesen elosztott tőkéhez vezet, és végül gazdasági veszteséghez vezet. Tehát, amikor a kamatlábak emelkednek, és azáltal a korábbi gazdasági befektetések gazdaságtalanná válnak. Gondoljon erre a dinamikára, mint egy változó kamatozású jelzálog. Hiszen mesterségesen alacsony kamatlábak arra ösztönzik az egyes lakásvásárlókat, hogy jelzáló kölcsönt vállaljanak. Ha a kamatlábok alacsonyak maradnak, meg tudják fizetni, és fenntarthatják a fizetőképességűek. Fiz Fizetőképesség illúzióját természetesen. De ha a kamatlábak emelkednek, a jálzálok komat füzetések magasabbak. Lesznek tehát, és egyre kevésbé megfizethetőek lesznek, amíg végül a hitelfelvevő nem tudja teljesíteni a képességét. Röviden tehát a buborékok felfújódnak, amikor az alacsony kamatlábokból származó könnyű pénz eláraszt egy bizonyos eszközbe. Az áremelkedések ellenkezőleg járnak. Kiúzzák a pénzt a gazdaságból, és felbukkan az alacsony kamatlábban létehozott buborék. Szinte mindig válságban végződik ez. Szinte minden Fed sebességemelési ciklus válsággal ér véget. Időnként külföldön indul, de mindig visszajött az amerikai piacra is. Pontosabban a Fed az elmúlt 19 alkalomból 16 indított sorozat kamatláb emelése, valamiféle válságot követve, amely tőzsdét tanúsította, ez az idő kb. 84%-a. Ez a táblázat, amit láthatunk. Itt láthatunk néhány példát a válságokra. Wall street összeomlás. 1969 körül is volt egy összeomlás. Utána Franklin National Bank, nemzeti bank összeomlása, Latin-Amerikai mély krízis, itt is láthatunk, itt ezek azok, amik pirossal be vannak azok az mintősdei összeomlások. Kivéve ez, ez még nem történt meg, meg tudjuk, hogy nem is történt meg, már 2020 van, de kérdéses, hogy itt fog-e válság kialakulni hiszen amíg a Fed alacsonyan tartja a kamatlábakat, addig még nincs is semmi gond, még alacsony. Láthatjuk itt, 2008-ban sokkal alacsonyabb kamatlábnál is bedölt. Volt egy válság. Itt, muta itt jobb oldalon láthatjuk a kamatlábakat. Tehát 20%-os kamat fölött már bedölt a piac. Itt láthatjuk, hogy 2008-ban 5% tehát nem is olyan sok, 5%-os kamat lábemelésnél is dölt minden. És ez a mostani súlyosabb lesz, mert ez mindent visz magával. Ugye 1929-es Wall Street-i összeomlás a Federal Rivers könnyű pénzpolitikája hozzájárult egy hatalmas tőzsdei buborék kialakulásához. 1929. augusztusában a Fed megemelte a kamatlábakat, és ténylegesen megszüntette az egyszerű hitelt. Tehát, amíg csak tudjuk fizetni a hitelt, az csak egy illúzió, mivel alacsony a kamatláb, mesterségesen alacsonyan tartják. De amint megemelik, dől minden, mint egy krumplis zsák. És itt írják, a néhány hónap a később a buborék fel is robbant fekete kedden. Ez a nagy depresszió kezdetét is jelezte. 1987-es tőzsdei összeomlás. Szintén a Fed játszott közre emelte a kamatlábakat. Tehát megfigyelhetjük azt, hogy általában a Fed, ha emeli a kamatlábakat, akkor válság követő, de ezt el is mondtam az elején. És hát el is mondták. 1990-es években is hasonló minta volt, erre most nem törnek ki. Itt még olvashatunk, erre sem térek ki. Aztán 2004-ben a Fed újabb ütemtervezési ciklus kezdett. Magasam kamatlábak sok amerikai számára lehetetlenné tették a jelzálók kölcsönök kiszolgálását. Tehát szintén a Fed okozta. Ugye 2004-től elkezdődött a kamatláb emelés. Aztán 2008-ban volt egy bum. És ja, bocsánat, 2004-ben amit persze később éreztünk itt Magyarországon, tehát a következő boom a minden bubaraik, ugye 2018-ra mondták, hogy be fog következni, hiszen kell tudni, hogy a Fed most is elkezdte folyamatosan apránként növelni a kamatlávokat. Akkor most nézzük is, hogy a cikkírője hogyan véli. Ne feledje, nem vagyok hajlandó arra, hogy előrejelzéseket készítsek a világ végére. Tehát nem, abszolút nem ezt mondja, hogy úristen, itt világ, ö, illetve itt világ vége lesz. Egyszerűen fogalmazva, a Fed sokkal drasztikusabban dobtál a gazdaságot, mint az 1920-as években a technológiai vagy a lakásbuborékok során, vagy a történelmem más, bármely időszakában. Úgy gondolom, hogy az ebből következő tőzsdei összeomlás sokkal nagyobb lesz. És igaza is van, mert minden bedől. Akkor az már katasztrofális. Akinek nincs hitele, annak persze nem gond. Az, az túléli lesz valahogy. Akinek hitele van, az meg. hát annak meg foggal körömmel kell kapaszkodnia, hogy azt az időszakot kihúzza. Hiszen, ha ki ez a buborék, akkor bizony nagy baj lesz. Nézzünk is akkor egy magyar weboldalt is, tehát portfólió.hu. A válság óta nem volt ekkora bajban a világ, és Trump bevitt még egy pofont. Ez a cikk 2019. augusztus 2-án 10 óra 44 perc kor A globális gazdaság már most is a leggyengébb növekedést produkálja a világgazdasági válság óta. Az előrejelzések szerint Donald Trump amerikai elnök pedig most tovább rontja a kilátásokat. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Twitterre jelezte, hogy újabb 10%-os vámot vet ki a Kínából érkező termékekre, amelyek szeptember 1 élesednek, és évi 300 milliárd dollár értékű termékekre vonatkozik. Ez gyakorlatilag az összes kínai árut érinti, ami még nem sújtottak pótvámmal, tehát. Ezzel Trump gyakorlatilag megszedte a tűzszünetet, amit Kínával kötött a tárgyalások idejére. Ennek nyomán a befektetők kockázatkerülő üzemmódba váltottak világszerte. Zuhánásnak indultak a tőzsdeindexek, miután a kivetendő vámok miatt felerősödött a globális növekedési kilátások romlásáról való félelem. És egyre többen találgatják, hogy mit léphetnek a világ nagy jegybankjai. Tehát azt tudjuk, hogy még mindig alacsony a kamatláb. Az előző válsághoz képest persze, még mindig alacsony, de folyamatosan emelik apránként. Tehát előbb-utóbb be fog következni. Itt egyébként ebbe a címbe is, illetve ebbe a cikkbe is, szóba kerül ez a Fed, Federal Reserve. Jack Powder, vagy Power, a Federal Reserve elnöke pedig éppen szerdán csökkentette 25 bázisponttal a kamatszintet. A válságot először vágott a Fed, miután az alacsony infláció mellett már az USA, tehát a USA gazdaságára is negatív hatással vannak a vámok. Miközben szerdán Powell nem jelezte, a befektetői vállalkozásokkal ellentétben hogy kamatcsökkenés egy ciklus kezdete lenne, Trump bejelentése után mégis nagyot ugrott a szeptemberi vágás esélye. A modis analytics szerint Trump lépésen növeli az esélyét annak, hogy az USA gazdasága recesszióba kerül. A fogyasztói bizalom ugyan még magas, azonban az üzleti bizalom már zuhan, és a kereskedelmi feszültségek tovább ronthatják. A Ryan Sweet úgy látja, hogy a vállalatok bizonytalanság miatt elbocsájtanak dolgozókat. És azok az dolgozók is kiesnek a munkapiacról, az adófizetésből, stb. Ha nem csak pénzbe kerülnek, hisz majd segélyen fognak élni. Az amerikai beszerzésmenedzser index már most is 10 éves mélypontra zuhant. Helyit leírják. És azt jelzi, hogy feldolgozóipar nem növekszik. Tehát nincs gazdasági növekedés. Egy helybe toporgunk. Veszük fel a nyakra, főre az ingyen hitelt, és azt hiszük, hogy jobb lesz. A GP Morgan elemzői azt emelik ki, hogy a vámok tovább fogják rontani a már most is gyenge, gyenge üzleti bizalmat. A Morgan Stanley elemzői pedig most úgy látják, hogy a kereskedelmi háború miatt három negyed éven belül recesszióba kerülhet Amerika. Tehát most, hogy végig gondoljuk, hogy van az úgynevezett Fed, ő még mesterségesen alacsonyan Tartja a kamatlábakat. De amint elkezdi emelni, konkrétan kidúran az a buborékunk, ez ki fog dúranni. Tehát mindenki gondolkozzon el rajta. konkrétan a világgazdasági helyzete feden múlik, de minél jobban halogatja a kamatlábemelést, ez a buborék minél nagyobb lesz szó szerint nagyobbat is fog szólni. Tehát minél inkább halogatja a kamatláb emelését, egyre több rossz befektetést hoznak az ingyen pénz miatt ezek a vállalkozók, egyre több pénz áramlik be rossz helyre. Nem kifizetődő befektetésekre. És azok, mint például a lakáspiac is, agy, nyaka főre veszi fel mindenki a hitelt, és akkor növekszik ennek az ára is, a lakásoknak az ára. Mert van rá kereslet, mert hát ingyen pénz van, tehát mindenki meg tudja venni alacsony kamatú hitelből. Na de a Federal Reserve, tehát a Fed, azt mondja, hogy még -e már rajta. Akkor ez az illúzió, hogy tudjuk fizetni a hitelt. Hát ez kétségesé múlik. Tehát, tehát, ez az illúzió megszűnik, nem tudja fizetni, hogyha megemelkedik a kamat. Hiszen akkor többet kell fizetni. És aki ugye vagy nincs munkája, vagy keveset keres, hát az tulajdonképpen el is búcsúzhat mindentől, mert a bank visz mindent akkor, mert nem tudja fizetni a hitelt, Tehát amíg a Fed mesterségesen alacsonyan tartja az árakat, addig minden oké, okay, minden jó. Buborék egyre nagyobb lesz. De amint emelik kidúran, és ez az illúzió, hogy te tudod fizetni a hitelt, megszűnik. Ezt nem én mondom, ezt eddig olvastuk. De majd szerintem lesz még egy második része, amiben részletesen még inkább belemegyünk, de győrőre legyen ennyi elég. Remélem hasznosnak találtátok a videót. Én csak azt mondtam, ami le volt írva. Nem én találtam ki, ők írták le. Én csak tájékoztattalak titeket erről, hogy mi a világgazdasági helyzete most. Úgyhogy el is köszönnék. Sziasztok!